Megrongáltak egy gázvezetéket munkálatok közben ma délután a Szélmalom körforgalomnál. A kecskeméti hivatásos tűzoltókat 4 óra körül riasztották a helyszínre szivárgás miatt. Tájékoztatta a híres híreket Kovács Andrea, a tűzoltó főhadnagy, a megyei katasztrófavédelem sajtószóvivője. A helyszínre érkező lánglovagok biztonsági zónát jelöltek ki, majd vízsugár védelme mellett elszorították a gázcsövet. Hogy milyen mértékű a sérülés, arról egyelőre nincs információnk. A kár teljes felszámolását a gázszolgáltató szakemberei végzik majd el. Az érintett területen teljes útzár volt érvényben. A körforgalmat az 5-ös, a 44-es és az 54-es főutak csomópontjában Kecskemét irányába lezárták. Ezért mind a 3 főút érintett szakaszán nagy kocsisorok alakultak ki.